Bőt Evelyn vagyok, a Sweet Fable kanál tulajdonosa. Már 12 éve beagle tenyésztéssel foglalkozom. Mindig is voltak kutyáim, egy igazi kutyabolond voltam egész életemben. Igazából maga a beagle, mint fajta, sajnos egy családi tragédia következtében lépett így az életemben. Az ő szeretetük és az örök vidámságuk segített át ezeken a nehéz időszakokon. A beagle már évszázadok óta jelen van. Angol kutyafajta, a 6-os fajta csoportba tartozik, a kopók és vérebek csoportjába. 17. századtól van róla írott forrás, nyulász, hajtóvadászatokon vettek velük részt. Ezért is fontos, hogy a minden beagle-nek, a farka végének fehérnek kell lennie. Ez egy nagyon fontos tulajdonságuk, ismertetőjegyük, mert a vadászatokon így vették észre a vadászok a bozótban, hogy az egy beagle, és nem pedig egy nyúl, vagy éppenséggel egy róka. A beagle-en az utóbbi évtizedekben már nem igazán vadásznak. Igazából Magyarországon nem is lehet velük vadászni, maximum utánkeresésre lehet őket alkalmazni, arra viszont tökéletesek. Már leginkább családi társként, családtagként funkcionál a beagle, nem mint vadászkutya, de ettől függetlenül mi szeretnénk szem előtt tartani azt is, hogy a beagle-nek az ösztöneit tartsuk meg, attól függetlenül legyen egy igazi ösztönlény, és ne veszten el a családban. Nagyon sok filmben szerepel a beagle. Egyébként használják Angliában, Amerikában rendőrségi kutyaként is, drogkeresőként, de nem csak a rendőrség használja, nagyon jó szarvasgomba keresésre, mint keresőkutya. Amit a beagle-ről még tudni kell, hogy rengeteg tévhit él az emberek fejében, mint belső tulajdonságai kapcsán. A beagle-ről leginkább azt szokták mondani, hogy szökős. Na most ez az első, amiről tudnék beszélni, hogy a beagle nem szökős, nyilván kalandvágyó, és él benne az ösztön, az utánkeresés, viszont ennek teret kell adni, tehát a kutyát vinni kell sétáltatni, a kutyával foglalkozni kell, és már is nem lesz szökős. A másik gyakran felvetett téma a kutyának a hízékonysága, tehát a beaglik, igen, ez igaz, hogy falánk, viszont a gazda tehet mindig arra, hogyha esetleg a beagle elhízott. A kutyának meg kell szabni a megfelelő adagot, és nem fog elhízni. Ami nem mellesleg az ő egészségi kockázatukat veszélyezteti, mert nagyon sok szervükre kihat az, hogyha ők a standard súlyt meghaladják. 12-15 kg az ő szabályos súlyuk. Ennél nem egészséges, hogyha nehezebb egy akár egy beagle kan vagy egy szuka súlya. Én személy szerint azért szeretem nagyon a beagle-t, mert egy igazi családi kutya, egy örök gyermek. Ők 11 évesen ugyanúgy viselkednek, mint mondjuk egy éves korukban. Mindig csintalankodnak, mindig feszegetik a határokat. Roppant intelligensek, tehát ez abszolút tépít, hogy a beagle buta. A beagle rengeteg dolgra képes, rengeteg agility versenyre készülnek velük, dogdancingre, tehát nagyon sok mindent meg lehet velük tanítani, pont emiatt, hogy ők nagyon egy ilyen gazdacentrikusak, nagyon szeretik, amikor a gazdák trükköket, feladatokat tanítanak meg nekik. A beagle rendkívül mozgékony kutyafajta. Egész nap tele vannak energiával, tehát nekik nem elég a 20 perc séta, rájuk időt kell szállni, tehát lehet panelban is tartani, nem csak kertesházban, de biztosítani nekik kell a megfelelő mozgást.
Tehát azért minden nap 1-2 óra séta kell nekik, ahhoz, hogy ők nyugodtan viselkedjenek bent a lakásban is, ne rongáljanak. És amit még lehet róluk tudni, hogyha elérték a megfelelő kort, olyan körülbelül 1 éves kort, akkor egészen nyugodtan lehet velük futni, úszni, bármilyen sportot űzni, akár biciklizni, megfelelő felszerelésekkel természetesen, úgyhogy az a kutyának is megfelelő legyen. Gondolok itt például a hámnak a használatára, úgyhogy ők egy igazi fáradhatatlan fajta. Gyakorta van az, hogy mi is járunk velük futni, vagy biciklizni, és hát igen, elfáradnak, de ez a fáradtság körülbelül 20 percig tart, és utána újra feltöltődnek, és újra megy a kergetőzés és a játszás. Nagyon kevesen tudják a bígőről, hogy a tömött ajszörzetük miatt nem kell félteni őket télen például, mindig kint alszanak nálunk is, nincsen az, hogy ők megfáznak, nyugodtan kint lehet tartani, nyilván kell hozzá egy megfelelően szigetelt kutyaház, de nem kell rájuk kiskabát, meg semmi hasonló. Nyáron sem kell aggódni amiatt, hogy esetleg megviselni őket a meleg, ezt is teljesen jól tűrik. Tehát kimondottan egy jól tűrő fajta, amit nem kell félteni az időjárási viszonytagságok miatt. A Beagle-t leginkább családos embereknek szoktam ajánlani. Kimondottan gyerekek mellé tudom ajánlani. Nagyon szeretik a gyerekeket, végtelen türelmük van. A gyerekeknek is nagy kedvence, azért mert bármikor lehet őket gyömöszölni, húzgálni a farkát, fülét piszkálni. Ők emiatt nem fognak soha megharagudni a gyerekekre. Kimondottan tudom ajánlani azoknak az embereknek, akik szeretnek túrázni, imádnak a kutyák az erdőben, a mezőben kalandozni. Nekik ez egy igazán nagy élmény, arról nem beszélve, hogy ők el is fáradnak azért ebben, mondjuk egy egész napos túrázásban. Amit igazán tudok javasolni, vagyis inkább az, hogy kinek tudnám javasolni, a Beagle azoknak az embereknek valók, akik céltudatosak, jól tudnak akár gyermeket nevelni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy aki már azért 1-2 gyerkőcöt felnevelt, aznak már menni fog egy Beagle is. Azt nem szabad elfelejteni, a Beagle nem gyermek, a kutya nem gyermek, de ettől függetlenül igénylik azt a törődést, figyelmet, szeretetet, gondoskodást, nevelést, leginkább nevelést, amit egy gyermeknek megadunk, és ez egy igazán mondhatni, hogy egy alappillére a nevelés. Tehát itt áll vagy bukik, hogy nekünk egy jó vagy egy rossz Beagle kutyánk lesz. Persze olyan nincsen, hogy rossz Beagle, mert tényleg minden csak nevelés kérdése. A kezdetektől fogva a szabályokat kell szabni a kutyának, és követni fog bennünket, és tényleg nem lesz vele semmi probléma. Arról nem beszélve, hogyha az ember időt szán rá, és jár vele kutyaiskolába, és megkapja hozzá a megfelelő segítséget is, akkor meg aztán tényleg bármit el tudnak érni egy Beagle-lel, tényleg akár az agilitától kezdve, a kiállításokig, a munkavizsgáig, bármire meg lehet őket tanítani, ez mind-mind idő és energia befektetés kérdése. Akinek nem tudnám ajánlani a Beagle-t jó szívvel, az a közösség, akik nem szeretnek mozogni, akik nem szeretnek túrázni, akik kényelmesebben érzik magukat otthon, a 4 fal között, a tévé előtt. Természetesen azzal nincs semmilyen probléma, hogyha valaki nem szeret túrázni, vagy nem az a legfontosabb a mindennapjaiba, hogy ő elmenjen délutánonként biciklizni, ez nem probléma, de azoknak nem tudom ezt nyugodt szívvel ajánlani, ezt a fajtát. Őknek inkább akkor egy olyan fajtát kell választani, akinek nincsen ekkora mozgásigénye, mint a Beagle-nek. A Beagle-ek kimondottan egészséges kutyáknak mondhatóak. Nagyon, nagyon szívósak. Nyilván lehet olvasni arról, hogy vannak betegségek. Leginkább, amit betegséget tudnék említeni, az az epilepszia. Erre egyébként vannak szűrések,
De az epilepszián belül is nagyon sokféle van, úgyhogy a szűrésekkel sem egyszerű kiszűrni ezt a betegséget. Mert most több mint 10 éve, hogy kutyát tenyésztek, még soha nem volt epilepsziás kutyám, és hál' Istennek a kiskutyáimnak se volt még ilyen probléma. Ami még esetleg előfordulhat betegség, az többnyire tartásból is adódhat. Ennek kapcsán ugye mindig tudom hangsúlyozni, hogy oda kell figyelni a kutyának az étkeztetésére, jó minőségű tápot kell enni, adni neki, és a mértéket viszont tartani kell. A megfelelő mozgás is nagyon fontos ahhoz, hogy ők egészséges, hosszú életet élhessenek a családunkban, és nagyon fontos, hogy megfelelő tenyészetből válasszon az ember családtagot magának. Azt tudom ajánlani mindenkinek, aki beagle-t szeretne, hogy megfelelő helyről, tenyészetből vásároljon, és nyugodt szívvel kérje ki a tenyésztőnek az ajánlását, hogy az ő temperamentumához milyen kutyát ajánlana. Mert az a személy, aki szeretne sporteseményeken részt venni, bármilyen sporteseményen legyen, az agility, dog dancing, kiállítás, túrázás, bármi, akkor a tenyésztő fog tudni abban segíteni, hogy egy aktív, de kezelhető kiskutyát kaphasson a tulajdonos, amivel örömmel tud dolgozni. Viszont, hogyha egy olyan személy keresi meg a tenyésztőt, aki már inkább egy kicsit nyugodtabb, és nem szeretne ilyen sporteseményeken részt venni, annak viszont örömmel segít bármelyik tenyésztő, hogy megtalálja a számára legideálisabb, legnyugodtabb kiskutyát, amivel ő is tud bánni a maga módján.